Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven a Luliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Ez itt a Retrozabálók, az MD Media Multidéző podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Retrozabálók plusz második része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Sziasztok többiek, szia Francia Réka. Sziasztok. És szia Gizur Gergő. Szia, szia mindenkinek. Nektek mi volt az ősélményetek a televízió műsorokkal kapcsolatban. Kezdjük azzal, hogy annó a, a tévé az egy olyan dolog volt, ami ez nem járt távirányító, fel kellett kelni a kanapéról, át kellett nyomni a gombokat, és akkor a gombok úgy kattantak is egyet, és egyébként De milyen jó is volt igen, az. Igen, és volt nekünk egy ilyen kis lenyitható rekesz a gombok alatt, és ott volt az a kis piros kis pecek, azt azzal kellett úgy betekerni mindegyik billentyű mellett valami kis lukba, és akkor úgy hoztad be az adást és akkor te, te állítottad be persze ugyanúgy a csatornákat, de ezt így manuálisan kellett így csinálni, nem csak gomnyomásra ment. Csodálatos volt, én mindig ezzel szórakoztam, hogy ha úgy volt, hogy kicsit merre jobbra, kicsit tekergetni erre, hogy az jobb legyen. Én imádtam azt a kis piros tekerőt, az fantasztikus. Az az, az élményem, hogy apám az ilyen mindenféle kaszkábel helyére bedugott drótokat mahinálta, hogy minél jobban lehessen valami külföldi csatornát befogni, és ehhez hasonló dolgokat Magak, de szerencsések vagyunk, mert egész korán lett, a 90-es évek elején már lett videónk, és onnantól kezdve azért a, a videótékázás az jobban meghatározta az, én, az ilyen tartalmak fogyasztását, mint a, mint a tévé, de hát azért nagy tévés vagyok, nagy tévénéző vagyok még a mai napig csak a televíziónak a megbestelenítése, hogy az a bizonyos coax kábel, amit mondtál, az ugye nálam is láger volt, mert ugye én ugye mondtam, hogy nagyon sok én nem volt kábel TV, tehát én azzal ugye bűvészkedtem is ugye az előző adásban, mert az a bizonyos STV egyről ugye már meséltem, tehát az, az is ennek az eredménye volt. A videókorszak viszont az egy nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, mert nekünk nagyon régóta volt videónk, és még amikor még nagyon kicsi voltam, akkor még olyan helyen laktunk, csak akkor még ugye nem igazán abuzáltam a tévét, hogy akkor viszont volt minden franc, úgyhogy ugye még rengeteg mindent vettek fővihásra, úgyhogy nekem, amikor ugye elköltöztünk, és ott nem volt semmi, csak ez a bizonyos coax akkor ott én a videót azt, azt konkrétan halára nyúztam, de szó szerint kell képzni, hogy voltak olyan kazetták, kabarék, a macskafogótól kezdve, a Music tv meg a nem tudom min keresztül fölvett mindenféle franc a filmek, a vád tanúja, egy csomó minden, amiket én szó szerint rongyosra néztem. Tehát lakótelepről költöztetek Szerintem hát, tulajdonképpen. nem lakótelepről, de igen olyasmi. Igen, igen, ez volt igen, a igen, jellemző. Ki... Nekem az összes lakótelepé barátom mesélt az MTV-ről, meg ilyenekről, de én is a 90-es évek végéig nem találkoztam nagyon ilyenekkel. Így van, tehát, a kiköltöztünk, és ott volt a nagy semmi, úgyhogy nagyon sokáig ugye a földfelszíni bohózkodás volt, és úgy a videó volt az, ami ugye állandó. én gyakorlatilag egy idő után mindent így gondoltam, hogy akkor végig ez a videó az jobb helyen van az én de hát nagyon sok minden. a szegény videókezetek tudnának mesélni, hogy én hányszor szedtem szét őket, tekertem át a szalagot, szóval dolgokat csináltam a videóval. Én minden, mindig néztem úgy azt a bizonyos matávoszlopot, hogy mikor húzzák már ki azt a rohadt kábel tévét. Ugye azt tudtuk, hogy ott a telefon és akkor alul majd, ha jön a vastagabb, na az lesz a kábel -tv, és akkor láttam, hogy a végre a csávókat másztak fel az oszlopra, minden a iskolában, na már kezdődik, és akkor behúzták a kábelt hozzánk. Oh, nagyon jó, de nem volt rajta adás. Én minden nap hazaértem a suliba, és az első dolog az volt, hogy tévé s be a kábelt, és akkor van-e adás, vagy nincs. És akkor ezt minden nap eljátszottam. És akkor egyszer csak lett. Na, akkor kész, Gergő mondta, hogy amúgy se tanul, de akkor végképpen mindent félredobott, bekötöttem ugye a lenti tévébe, és az összes, a lakás összes tévé megcsináltam a kábel TV-t, úgyhogy már néztük, és rá pár hétre telefonáltak a matáftól, hogy akkor ki fog jönni a kollega is bekötés. és ó, oh, gyerek, hát az már hova. <síns> Jó, megígérem, kedves hallgatók, hogy a mai hadásban most hallottátok utoljára a Gergő öntömjénezését, és nem fogok ennek teret engedni. Bocsánat, csak annyi, végülis az élményekről van szó, hogy igazad van, nem mesélek arról, hogy milyen volt az élmény. <síns> Jó, oké, okay, értettem. Szigorúan Édia élmények világos. Van, van, vannak gyerekkori élményeim. Ugye azért felsoroltatok már itt egy párat, de én is készültem egy párral. Akkor menjünk a gyerekkori, mert nekem ugye ez a, ez a gyerekkorom. Az égből pottyant mesék, nem tudom, mond -e nektek, jó van, jó van, mond nektek valamit, én azt nagyon szerettem. Így volt, nem így volt égből pottyant mesék. <laughs> <laughs> nagyon jó. Tán a de, de amit még így ki, ki, akartam emelni, szerintem még ezt is fontos elmondani, hogy nem csak ugye fel kellett állni a gombokat nyomogatni, hanem azért ez a tévés időszak, ugye ekkor vettük a műsorújságokat, ugye erről beszéltünk az előző adásban, tehát gyakorlatilag mi készültünk a tévéadásokra. Tehát az, voltak olyan műsorok, például mondjuk a ami nyaranta ment a... Hőálló, megálló. A játékhatárok nélkül. Na, az is egy családi program volt, hogy tudtuk, hogy mikor jön, akkor leültünk mindannyian a tévé elé, és akkor, és akkor néztük. Tehát, hogy igazából egy kicsit az ember jobban a tévé köré építette az életét, hogy akkor biztos szabaddá tegye magát, amikor az adott műsor lesz. Tehát azért most már a streaming szolgáltatókkal, meg, meg az ilyen olyan lehetőségek miatt az embernek már nem kell készülnie egy adott adásra, hanem inkább csak benyomja a tévét, hát ha elkap valamit, ami talán esetleg érdekli, de úgy minden más, amit meg akar nézni az ember, azt megtalálja. De régen azért ez nem így volt. És akkor ugye visszatérve a gyerekkoromra, hát akkor ugye az esti mese blokkra azért mindig készültünk, hogy addigra meglegyen a vacsorázás, fürdés, minden. Kedvenc esti mesék. Volt. Ö, például a Barba papa, azt én nagyon szerettem, ugye, hogy hipp, 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 igen, össze Igen, össze-vissza változott a testük. A valószínűleg a dalukat is tudnám, fel tudnám idézni, ha akarnám, de most nem akarom. Az a sorozat még mindig létezik, képzeljétek el. Létezik, de az már egy új verzió, és az új verziók azok nekem általában nem hozzák vissza azt az élményt. Voltak ugye reggel is ilyen mesés blokkok, és abban volt például a Teszvesz város, város a kedvencem volt, Teszvesz városos könyvem is van egyébként, volt, volt. Azt az szerintem minden, mindannyiunknak van, tehát az az ablak mellett a másik kötelező. És nagyon-nagyon fontosnak tartom megemlíteni ezeket a magyar bábmeséket, mint a Süsű a sárkány, Mazsola és Tádi, ez egy kicsit régebbi, megmester, tehát hogy ezek, ezeket én mind nagyon-nagyon szerettem. Igen, a Babar, azt is szerettem, bár ez meg kicsit későbbi. Egyszer volt az élet, ugye azt nem tudom, az is nagyon-nagyon az is klassz volt ami még így, hogy mondjam, ilyen fe, felnőttebb műsor, és én emlékszem még rá, az, igen, a szeszélyes évszakok, az önök kérték, az lehet, hogy még most is megy. Az most is van, de az már nem olyan, szerintem. De ez már nagyon-nagyon régóta megy, igen, a Delta, a szerencsekerék, ugye az, az akkor is volt már, volt a Csellengők című műsor, ez például a gyerekként nekem nagyon megmaradt, meg kicsit úgy traumatizált, tehát ez egy nyomasztó volt. Főleg a zenéje fő az ilyen Igen, ami véget. nem Bon Jovi szám, csak nem, mondom nem bon Jovi el, mindenki szám. azt hiszi, hogy Bon Jovi. Meg, ami még így nagyon megmaradt, voltak ilyen, régen ilyen, cicás kutyás blokkok, műsorblokkok, hogy mutatták, mutattak mondjuk néhány macskát ilyen videófelvételen, és ott volt a nevük, meg a telefonszámok, hogyha valaki örökbe fogadná őket, akkor. És akkor úgy lehetett, ugye pár percig láttad azt az egyik macskát, hogy éppen mit csinál, próbáltak vele játszani, ilyesmi, és akkor, és ezzel valahogy jobban képbe hozta azt, hogy fogadjanak örökbe az emberek macskákat, kutyákat. Tehát ezt például nagyon értékeltem, hogy volt ilyen, meg nagyon meg is maradt. Meg a másik, amit úgy összességében tudnék mondani, hogy ezért kicsit később robbantak be igazán a kereskedelmi csatornák ezzel a sok-sok reklámblokkal. Előtte azért ez nem, ennyire nem volt jellemző. Talán úgy tudnám leírni, hogy most már olyan, ha most nézné valaki egy újabb generáció ezeket a régi műsorokat, lehet, hogy unalmasnak vagy tartaná talán. Tehát annyira lassú ritmusú volt, nyugodt ritmusú volt, minden ilyen kis műsor, meg, meg nem volt ennyi reklám, szóval olyan, olyan, olyan nyugis volt az egész. És ami még kicsit így traumatizált, ugye szívtévén ment az én kicsi pónim, én azt nagyon szerettem. És akkor úgy, úgy volt vége az utolsó résznek, ilyen igazi függő vég, hogy átugrottak a szakadék fölött a pónik, és mondták, hogy majd folytatjuk, tehát itt megállt a kép, és kírták, hogy folytatjuk, és szerintem pont akkor egy szünetet meg a Szív TV, mert én meg akartam volna nézni ugye a következő részt, de nem is volt Szív TV többet, nem jött be az adás, és soha nem folytatták, és nem tudtam meg, hogy a kónik átugrottak el a szakadékon, és ez engem akkor nagyon megviselt. S azóta se néztél utána? Hát nyilván átértek a, a szakadékon, hát milyen gyerek mesében át, átérnek a szakadék tulajdonára. Nem tudom, hát. De akkor ez azért úgy, úgy megviselt. Úgyhogy ezek, ezek voltak így gyerekkoromban így az ős, ős élmények, aztán már ilyen kis hogy a bejött a Cartoon Network, meg a Fox Kids, meg Minimax, meg meg Nickelodeon, és abban jöttek ezek a guztustalan rajzfilmek. Meg Mire gondolsz? Például a jaj, a szörnyek. Az nem gusztustalan! A Nickelodeon az egy, az egy most pont a felsorolásodban, mert segítek emlékezni. Réka. Te, tedd a kezed a képernyőre. Mert a Szív TV és az m külön közös tulajdonosa volt, és azok egyszerre szüntek meg, és akkor már egy jó bő fél éve szerintem, ha jól emlékszem, az m on napközben 12 órában a Nickelodeon műsorát lehetett nézni, tehát a jaja szörnyek, csak már most pont a Gusztus talán ként meg, de egyébként tökre igazad van, mert, mert tényleg. az akciócsoport most, meg ezek a, igen, a, igen. a büdös és az ilyenekkel, szóval tényleg az ott... Az erős, szuper pucér. Igen, szóval az ott, egy elég, elég előteljes a um, a kultúrsok, igen, kultúrsok, kifordított fiú kifordított és társai. Fíjj. Szóval, hogy az, az azért az minket elég nagy kultúrsokként ért, igen. legalábbis engem, aki addig nem találkozott ilyen stílusú rajzfilmekkel. Csak azért hoztam ezt szóba, mert hogy addigra azért már ezeket ismertük, mire, mire vége lett a, a Szív Igen, igen, de aztán ugye a Nickelodeon külön csatorna is lett 99-ben. De meg is változott akkor már. De az hát, bocsáss meg, tehát, hogy azt mondtátok, hogy gusztustal a rajz, tehát, hogy a jaszörnyek, az ugyanúgy a csupó Gábor rajz, mint a fecsegő meg ezek, tehát, ugye akkor egy kategóriát teremte. A szememet égetném ki. Te emlékszel, hogy a, hogy a szörnyekben mi volt a, a fizetőeszköz? Levágott emberi lábkörmök. De jó, de figyelj, mindegyik hülyén nézett ki, meg ugye az, figyelj, a szemét a láttátok azokat a gyerekeket a fecsegő tipegőkben? Igen, persze, emlékszem. Hát az önmagában horror. Igen, tehát hogy a rajzstílus is. De ez, is a, ez, A, csupó Gábor féle, ezt mondom, hogy tehát ő megteremtett ezzel egy akkori rajzfilm stílust, amit lehetett mondjuk nem szeretni, mert tényleg a, mert a fecsegő tipegőkben is, hogy mondod, a gyerekeket ugye a hogy mindig cukiknak próbálják ugye á, ábrázolni, hát ott nem, ott egyáltalán mindegyik gyerek valahogy olyan, mint egy karikatúra úgy nézett ki. Igen, de nem értek veled egyet, mert nem csak a rajstílusról stílusról van szó, hanem történet elemekről van szó, amik gusztustalanak voltak. René és Stimpy, nem tudom, hogy mennyire ismerős. Igen. Hogyne. És akkor náluk is például volt ez, hogy azt hiszem ők is tárolták a, a, ők is, vagy, vagy, vagy gyűjtöttek egy, egy befőttes üvegbe, tehát ilyenek, és akkor arra azt itt telibet totálba láthatta az ember, és akkor teljesen kidolgozva a részletes állott azt az egész képet úgy, ahogy van. És ezekre direkt így, így rá, rámentek. Hát mert a gyerekek ezen nevetnek, hát a gyerekeknek ez vicces a, a, ezek, ezek, ezek mindig vicces dolgok. A, a kaki pisi mindig vicces, bocs. Egy olyan csatornáról beszélünk, aki az ünnepeltjeit, a celebjeit az egy zöld trutyival slejmel tulajdonképpen önti nyakon. Én szeretném a mai nickelodeon nem összehasonlítani azzal a nikelodeonnal, mert minőségbeli különbség van. Nem, nem lehet. Nyilván, ahogy a Réka is elmondta, azok a műsorok, azok a rajzfilmek, azok manapság már nem, vagy csak kevésbé működnek. Mert a poénok már nem ülnek, vagy éppen azért, mert lassú a tempója. Az, hogy én ma nem tudok megnézni egy Cartoon Network-ös vagy egy nickelodeon rajzfilmet, az nem jelenti azt, hogy ez minőségromlás, mert ma van, aki nézi. Jó, de ha megnézed a Nickelodeon kínálata, ma sokkal inkább ez a trestini sorozatokból áll, mint sem rajzfilm. Tehát rengeteg ez a Hanna Montana a gyökerein kinőtt tököm tudja mi, hogy össze vannak rakva ilyen random színészszerűségek, és akkor a műkacaj alatt történik a semmi. Nekem nem ugyanaz, már értem, hogy ugyanaz, de nekem baromira nem ugyanez az Nickelodeon. Tehát én se tudok megnézni így ilyen mai ö, Cartoon network vagy bármilyen másik nickelodeon vagy nem tudom milyenes ö, mesét, mert nekem az túl zajos, túl intenzív, tehát ö, azok a nagyon magas szinkronhangok tényleg ilyen fejhangon rikácsolás tehát A Cartoon meg. Network nekem a Calvin nel véget élt. igen, az is jó nem volt ennyire elvetemült a humor szerintem már, mint hogy valahogy olyan visszafogottabb volt, olyan, olyan elegánsabb talán, egy, egy bizonyos szint alá nem ment a humorizálás. Most már úgy érzem, hogy igazából már bármiből lehet viccet csinálni. Ha belegondoltok, ott van a fekete humor is, és ha valaki nem érti valamelyik humort, akkor, akkor arra már kicsit ferdes szemmel nézünk, hogy de hát csak vicceltünk, de amúgy igenis van az a fajta humorizálás, amikor szerintem tök valid, ha valaki azt mondja, hogy nekem ez nem, és azt szerintem tisztelben kéne tartani, de hogy alapvetően igen, már ott tartunk, hogy mindenből viccet csinálnak, vagy kell is. Nézzünk meg mondjuk egy Guy-t. Tudom, hogy ez nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek szóló rajzfilm sorozat, ezt értem, de ez is például megváltozott, hogy régen, ha rajzfilmről beszéltünk, akkor ez csak gyerekeknek szólt. Ez is egy váltás volt valahol, hogy megjelentek olyan rajzfilmek, amik, amik már kifejezetten csak felnőtt közönséget céloznak meg. A Babys Báthet sem éppen gyerekeknek szólt, pedig az, az erő teljesen azért az 90-es évek. A jogos, hogy az is, az is kijött. Én azt igazából eléggé periférián volt, lehet, hogy ezért is nem, nem gondoltam erre, vagy nem jutott eszembe, de, de azt tudom, hogy volt azért itt egy nagy ö, párfordulás, hogy azért most már sokkal... Nyilván rákaptak azóta ilyen. jobban. I igen, igen. Vagy a Rick és Morty, ez is olyan. Tehát, hogy már komplett hosszú rajzfilm sorozatok tényleg, ami... ami Simpson család. Ez, család, a család családdal igen. kezdődött. Szerintem a BVCN Budshead az egy kicsit kilóg a sorba, mert az MTV termékeként az inkább egy zenei műsor volt rajzfilmes köntösben, mint egy Storyt végigkövető. Igazság szerint a Babys és Bátedről annak idén volt egy ilyen anekdóta, Nyilván nem tudom, mennyire igaz azért, ez most mindenki dönts el, hogy annak idén, ugye ez a két hülye volt mindig egy-egy részben egy-egy rövid sztori, nyilván olyan, amilyen, de ugye klipeket néztek, hogy te is most és arról beszélgettek, és szinte az előadó művészeknek, nevezük őket így, presztízs volt, hogy oda bekerülhessen, még hogyha szarrá is fikázták őket a maguk módján, de akkor is ez egy hatalmas dolog volt oda bekerülni. Mondom, ez egy anekdóta, nem tudom, hogy így van-e, de elképzelhető. Nagy cégek most is dollár, nem tudom, százezreket, milliókat fizetnek egy, -egy Saturday Night Live-os szereplésért, hogy készítsenek egy paródiát az ő márkájukról, ahol tulajdonképpen kifigurázzák és lefikázzák azt a kekszet, vagy nem tudom, mosóport, és szóval, hogy tényleg egy presztízs műsor volt. Tehát, hogy... Jó, akkor, akkor elfogadjuk az anekdótát. De hogy mennyire változott, ugye, amit hogy változtak ugye a poénok, mondjuk én speciál, nem is olyan régen újra néztem a régi szeszélyes jó léhányat, engem speciál szórakoztat. Lehet, hogy azért, mert én tényleg egy ilyen ott maradtam az eve évezredben. Vannak olyan dolgok, amiket, tehát van, amit akkor gyerekként szerettem, ezek a voltak hülye jelenetek, de például ezek a villámtréfák, meg ezek a bózatok, nekem is tetszenek, szerintem jó. Ez van, öreg vagyok, de hogy csak hogy még egy dolog. De oda azt is hozzá kell tenni, hogy a színészi játék sem mindegy, hogy ki hogyan adja elő. Tehát ez ja nagyon jaj, sokat ad jaj, hozzá, jaj, és a régi nagyok azért, azért utolérhetetlenek. Ádámnak jaj, ez már nem. Jaj, De hogy, hogy beszélj, beszélj. Tudom, ugye hogy a... azt már el mondani a Gergő viccesen, hogy részeget csak Forgás Gábor tud játszani. Ezt én sosem mondtam. Nem mondtad? Ez mint egyszer mondtál volna ilyet. Akkor... Én csak azt mondtam, hogy tud játszani, hogy csak azt nem. Hogy nem, hogy csak ő tud jót játszani. Az övé hiteles. Mindegy. Szóval, hát én ebben ezzel nem értek egyet. Nem, azt te mondtad, hogy senki nem tud Magyarországon. Nem. Ez úgy volt, várj, én eszembe jöttem, mondtad, hogy Magyarországon Várjam, újra nem elmondom. Tudom. Hogy kivághassam. Nem, én. nem, ezt hagyjuk benne. Tehát, hölgyek és urak, Ádámka mondta azt, hogy senki nem tud részeget jól játszani, és erre mondtam hogy én, hogy a Forgács Gábor speciál igen. Ez így hangzott. Tehát csak a pontosság vége ez most úgy kifejezetten a magyar vonatkozásról beszéltünk eddig, de mondjuk beszélgessünk, ezt mindenképp be akartam hozni. Ugye, amikor bejöttek ezek a szappanoperák, ugyebár, mint az Eszmeralda, Izaura rabszolgalány, Paula és Paulina, vagy a Borostyán, tehát ezek, ezek mind ilyen telenovellák, vadangyal. vadangyal, igen, telenovellák. Szóval azért az is egy korszak volt, sőt, sőt, azért én hallottam ilyen, ilyen, urban legendeket, hogy, hogy az Izaurának akartak gyűjteni a nézők, hogy felszabadít. Nem igaz? Ja, nem, én mindig fogom a fejem. Ezt a szemműtétére is, hogy, azért, hogy az Izaura az azt hiszem a Déri János egyik poénjából indult, hogy kimentek kamerával a nem tudom, nyugati térre, tök mindegy a városba, és akkor ott... De gyerekek, a mai napig vannak azért olyan esetek, amikor egy néző magával a karakterre azonosítja be a színészt. Tehát, hogy innentől már gyűjteni a pénzt már, már csak egy plusz lépés. Tehát amikor mondjuk Fodor Zsókát állandóan ugye inzultálták a magdianyus szerepe miatt, ott azért, azért az már egy szint hogy nem tudsz különbséget tenni. Igen. Én, se, én se tartom ezt a dolgot nagyon olyan elrugaszkodottnak. mert most megnézzünk, mondjuk egy, nem akarok általánosítani, de mondjuk idős embereket könnyű megvezetni ilyen dolgokkal. Bárkit könnyű megvezetni. Hát csak réka gondolom, ez arra uta, hogy könnyebb adott esetben. Könnyebb, igen, és, és szerintem ezeket a szappanoperákat túlnyomó részt ö, idősebbek nézték. Én és minden gondolom. nap ment, tehát az élete részévé vált, ja. sokat rugózott igen, rajta, igen, utána, igen, utána igen. lehet, hogy meg is beszélt a szomszédnénivel, újságban is volt róla szó, szóval azért ezek beették minden napba magukat. A másik, amilyen nagyon kultikus, csak ez már ugye Amerika, a Dallas. Hát az is egy olyan, az is egy esti program volt, hogy a Dallas, nézzük meg, ugye a Bobinak a kultikus zuhanyzós jelenete, hogy úristen, ő él, hát ezon fel volt bojdulva itt, ez szerintem egész Magyarország kb. ezen, úgyhogy ezek is ilyen mérföldkövek voltak. Ami még nekem megmaradt, nem tudom, hogy ismeritek el, volt egy, ez a francia az tini sorozat. Igen, az első csók és a második csók. Az nagyon szerettem ezt a sorozatot is, mindig néztem. <laughs> igen, meg a, nagyon tetszettek az ikrek, az ikrek lányok, akik mindig görkorival szolgáltak. Suzy el. és Susan. Suzy és Susan, igen. És ilyen kis göndörű, tejfelszőke hajuk volt, én nekem annyira tetszett, olyan szépnek láttam őket, és, és olyan vidám színekben voltak mindig öltözve. De ha már veldobtad ezt Kaliforniai álom... Igen, 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 az is is. Hát nekem nagy kedvencem. Meg a Beverly Hills 9210, azt, az, azt is néztem. Ja, meg hát ugye a másik, ami, ami nagy újdonság volt, a, bejöttek ezek a valóságsók, mint a Valóvilág, meg a Big Brother. Nem tudom, ezek mennyire rémlenek nektek. És akkor ez az első évadok, igen. Én életemben egyik műsorról se hallottam. <coughs> értem, értem a poént. De ahogy emlékszem, ezeknek például hogy az első évadok... Értjük a viccet, csak nem szeretjük. Igen, az első évadok azok, azok még olyan szempontból szerintem klasszak voltak, hogy olyan egyéniségeket hívtak be. Tehát nem az volt, hogy mindenki szép és gyönyörű, tehát nem ez volt a mérce, hogy legyen valami egyedi kis jellemük, és, és, a mai napig fel tudok idézni embereket. Mondjuk a nevüket már sajnos nem, de talán a Zsanett, meg, meg, volt még az az olasz srác. Renátó. Renato, igen a Van kólóval, meg ilyenekkel, a tyúkszaros medencével. Hát Ugyan, egy... merjétek ki! Igen, igen, tehát hogy ezek olyan kultikus pillanatok megint csak, tehát olyan karakteres dolgok. A többit már ugye azért nem néztem én speciál olyan tucat. Tucat emberek, emberek, kerültek be szerintem egyébként, igen. Tehát, hogy, hogy ez is ugyanaz nekem, mint, mint mondjuk most, hogy mondta a szerencsekereket, mint kvízbűsöt, az, az azt hiszem most is van, és fogom a fejemet, hogy mondjuk az akkori szerencsekerék, ami ugye a, a, a Klausmann volt, meg ez a mostanában műsorvezető sírok. Tehát, hogy a, két műsor közötti különbség, és most nem mintha én egy ilyen szuper edukált 45 diplomával rendelkezem, nem tudom lenni, de például volt a mindent vagy semmit, például emlékeztek rá, ugye a Vágó Istvánnal. Az egy tök jó műsor volt. Én szeretem, a, a, a válaszok nagy részéről fingom nem volt gyerekként, de élveztem. A szerencsekerék dettó is, az is egy akkoriban egy sokkal jobb műsor volt, mint ami most ugyanezzel a nével fut. Ez nyilván a való világra is igaz, mert hogy már nem kellenek bele ezek a karakterek. Igen, meg a legyen ön is milliómos, az is, az is szerintem egy klassz műsor. Van. Pontosítás muszáj vagyok, tehát hogy a, a szerencsekerék, az gameshow, a mindent vagy semmit az quiz show. De miért kell egy szerencsekereket, amit mondjuk gameshow-nak hívunk, nevezzük annak. Miért kell lerántani ugyanarra a valóságsó szintre? Tehát, hogy miért kell mindent erre a szintre lehozni? Hát ez, mert statisztikákat, statisztikákat néznek, és, és bevált egy recept. Tetszik, nem tetszik, nyilván nem tetszik, de hát. Igen, tehát én tévésként csak azt nem szeretem, hogy mindig azt hallom, hogy minek kell egy újabb X-faktor, minek kell egy újabb valóvilág, minek kell egy újabb bármilyen műsor, miközben a, tele, a lineáris televízióban, de streamingen is ma már, de a lineáris televízióban csak az van, amit néznek. Szerintem ott a különbség, hogy amikor arról beszélünk, hogy Épszakok, vagy bármilyen más akár szórakoztató műsorról beszélünk a régmúltból, még szerepelt olyan, hogy kultúra. Tehát az alkotóknak a szándékában állt, főleg még a magyar televízióban, ahol azért a nézettség, hát az volt, tehát hogy nem annyira kellett küzdeni érte, akkor, akkor abban lehetett kultúrát belecsempészni, Antal Imre nyilván sokkal szebben beszélt, mint bárki ma a televízióban, tehát hogy az egy teljesen más közeg volt, amíg ma, manapság ez csak egy gazdasági intézmény, és arra jött létre, hogy abból a nézettségből, amit generál a szórakoztató műsoruk, abból bevétel folyjon be, és a bevétel nagyobb legyen, mint a műsor kiadása. Ennyi a recept, én ezt értem, hogy ez erről szól. Tudom, hogy a pénz is, hogy az határozza meg az egészet, ha nem kell igényesebbet csinálni, mert ebbe van pénz. Értem, de azért nekem ugye jogom van ezzel nem egyetérteni, ja, és ennek nem örülni. Tehát én csak, én nem azt mondtam, hogy az mostantól az RTL Klub, igen, mostantól ne így csinálja, csak nekem személy szerint én ezzel nem tudok azonosulni, és nem örülök neki, hogy ezek a műsorok eltűntek, vagy vagy, vagy Mert hát itt van a mi teljes generációnk, meg még előttünk utánunk egy egy, egy pár évvel, ez mind ugyanezen panaszkodunk. Tehát minket ezekért elveszítettek Igen. ezek a csatornák. Mi nem nézzük Így pontosan van. ezért, mert olyan igényt szolgálnak ki, ami ami számunkra nem Nem, nem, kijelentő. nem tudom, egyszerűen nem, nem, hogy nem köt le, hanem egyenesen nem bírjuk ki, nem bírjuk nézni. Tehát, hogy, és ez is egy, ez is egy nézőközönség, egy, egy, tisztes szelet, és például oké, rendben haladni akarnak a korral, de hogy miért nincsen több olyan műsor, ami meg leköveti azokat, akik most olyan mikorosztályunk, hogy, hogy azoknak is szóljon valamilyen értelmes műsor. Szerintem tökre ki vagyunk éhezve arra, hogy olyan műsorokat is kapjunk, ami pont eszembe jutott példa, amin pozitívan lepődtem meg, mert szerintem egy jó előrelépés ezen, a, ezen az úton, a címét nem tudom, de van most ez a műsor, ahol összeadnak párokat. De pszichológusok válogatták őket össze, hogy ki hogyan illene egymáshoz, és utána, miután ők összeházasodtak, kezdik el megismerni egymást. De, de ez nem egy olyan törvényes házasság, vagy hogy mondjam. És akkor végigkövetik a pszichológusoknak a segítségével, és hogyha nem működik a kapcsolat, akkor tanácsokat is adnak a pároknak, hogy hogyan kéne fenntartani a párkapcsolatot, vagy hogy volt olyan, akinek már több problémája is volt az előző párkapcsolataival, és akkor most azt a pszichológussal ki tudták bontani, hogy ott mi volt a probléma, mert itt is jelentkezett ebben a jelentke jelenlegi kapcsolatban, tehát, hogy ebből lehet profitálni annak is, aki nézi, kap egy értéket, az elhangzott gondolatok nyomán lehet, hogy ez neki is segít bizonyos kapcsolati problémákban. És ezért én ebben pozitívan csalódtam, és nem nézem, mondjuk, csak néhány részt néztem meg, mert hogy ajánlották. De ettől függetlenül az, hogy pszichológusok beszélnek ilyen, ilyen témákról, ami szerintem kb. mindenkit érint, ez, ez, ez szerintem tök pozitív volt. És én ennek örültem. És uh, még van nyilván hova fejlődni, de ez egy tök jó előrelépés. A részben azért el kell határolódnom, de csak azért, mert, 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 mert van benne ez a összeházasodnak, de azért végsem, szóval jó nyilván értem, hogy... De azt mondom, hogy egy lépés, mert hogy a pszichológusok ott viszont hangzanak el tőlük olyan információk, amik tényleg táj tájékoztató, oktató jellegűek lehetnek, másoknak is. Az a része, hogy házasodjunk össze, meg mindent az a szokásos eddigi vonalat követi, hogy minél, minél nagyobbat szóljon, minél nagyobbat durancson, de, de mellette az, ami még menne érték elhangzik, tehát mondom, én már ennek is örülök, hogy, hogy valami pluszt akarnak adni az emberhez, és nem csak azt érzem, amikor leülök, mondjuk egy valamilyen show műsor elé, hogy, hogy, hogy halnak el az agysejtjeim, hanem itt végre olyat is kaptam, ami, ami tudok hasznosítani, magammal tudok vinni, be tudok építeni a hétköznapjaimba, vagy a, vagy a működésembe. De, de ezek a maiak, ezek nem inkább csak egy az azcsaj. Én, én most mondok egy példát, megvalósítottak például ha a Hamáki vízműsor, például a egy rohadt jó sikerült műsor. Szeretem, élvezem, lehet, hogy nem pörög úgy, de tényleg úgy érzem, ahogy a Réka is mondta, hogy az agysejtem nem akar meghalni maguktól. Ott volt a, igen, a, mondjuk a játékhatárok nélkül ez nyilván egy ilyen sportműsor, sport nem, nem is tudom, minek neve, vers, verseny de az volt. Az egyben egy kicsit rajzfilm is volt, annyira szép volt és színes, és szerintem imádtam, hogy tehát olyan úgy éreztem, hogy filmet néznék, mert annyira azok a figurák, a maszkok, a ruhák, minden imádtam. Bocs, csak tényleg meg mindig ez a rajzfilm jutott róla eszembe. És egyébként megjegyzem, például a játékhatárok nélkül is, be, amikor bemutatták, hogy honnan, honnan, jöttek emberek, akkor beszéltek arról a városról, edukáció mit lehet volt tudni benne. egy pár szóban, szintén edukáció, hogy megismerd egy kicsit azt a várost is. Tehát egyszerűen igény volt az, hogy edukáljanak, ez a jó szó. Ott volt ez az igény. akkor akkoriban ismerte meg Magyarország Máltát, így is Isten igazából, mert Málta mindig ott volt. Hát ugye? <laughs> <A> kis, kis... <laughs> De hát nem, nem mindegy, hogy, hogy hogyan tölt ki, töltött ki ezt az időt, hogy mondjuk kétcelebb két egymás felé lövözget valami iszonyatosan uh, unalmas uh, poént, ami még csak nem is vicces, vagy azzal tölti ki az időt, hogy elmondanak pár érdekességet egy adott városról, akkor inkább ezt választott. Főleg az Gessler doratja mondja. És hát, tök mindegy, hogy most a barénénél rakatta mindig, igen, be, az vagy az egy műsorkoncepció, benne van egy normális időkitöltés. Nyilvánvalóan te, mi néző, még attól, hogy nem nem vagy köteles nézni, de akkor is értelmes dolog. És hogy ma is van. Mondom, ma is van Genius, meg azért egy-két egy normális műsor is elérhető, akár lineáris tévében is. Mondj még. Én szerintem a borbás marcsi műsorait is szerettem az a ős magyar élet, amit ő, amit ő bemutatott és, és őszintén képviselt, én azt például hosszú ideig néztem, akkor ott mindig ott ragadtam, és az, az szép, szépen kivitelezett, szép műsor volt. Igen, csak az ugye a közmédián megy, és itt van, a Rékával valószínűleg arra is gondolunk, hogy azért a kereskedelmi tévék, től is elvárnánk ezt. Miért? Azért, mert régebben a kereskedelmi tévés kiszolgált minket, és most, el, ahogy a Réka mondta, elvesztett minket, és nem is akar visszaszerezni. -miben, miben, mikor szolgált ki téged a kereskedelmi hát, például az RTL Klub például, az, amikor induláskor folyamatosan kiszolgált. Aztán utána elkezdett zülleni. De az sorozatokkal, vagy műsorokkal? A, a műsoraival is. Hát azért ne arra, hogy azért akkoriban mondjuk, amiről már beszéltünk, akkor akár a szilveszteri műsorok is, tehát léteztek, oké, ma már nem otthon, nem úgy az stb. megváltozott a fogyasztói szokás, de akkor is voltak olyan a műsorok, hogy beletettek effortot. Oké, okay, mondjuk az RTL ilyen szempontból nem biztos, hogy jó példa, mert ő most is azért próbálkoz is rozatokkal, most ezt nyilván ne bontsuk ki. De, de, én igenis a érzek is, a... neki is van egy én, De én igenis, igenis érzek egy, egy erőteljes görbét a műsorok prezentálásában, és a, a sorozatválasztásokban is. Ez nyilván lehet, hogy az én hülyeségem, az én boomerségem, meg azért azt tegyük hozzá, hogy azért a, a 97-ben, amikor indult az RT meg a TV2, azért ez itt egy hatalmas boom volt. Tehát valószínűleg, hogyha mondjuk egy szobrot adnak körbeforogva, azt is néztük volna. Tehát lehet, hogy ez is megszépíti. Ezt mondjuk hozzáteszem. Százból meg. egy a műsorvezető Vizi, Vizi András! András. <laughs> Fülecskét mindenki kapta. Ó, az mondjuk, az mondjuk a százból egy tényleg nem volt mondjuk a legintellektüelebb műsor egy ebben a formában. Ez igaz, de valahogy nem éreztem azt, hogy meg akarok halni. Hát szerintem borzasztó Vizi András, önmagában borzasztó kellemetlen és ciki volt. Hát, de... Nem volt egyszerű. De nem éreztem azt. Mi, mi volt kellemetlen és ciki? Vizi András. A Vizi András, a műsorvezető ja. csávó. Nem mm. ő, most nem akarom őt megbántani, hanem az, az a szelep, amit, amit ott a műsorban hát ott igazából kellett el kellett játszani. Gáspár András is egy tök értelmes csávó, de amikor a, volt a Zenész című műsor az RTL-en, RTL korai idejében, akkor ő is teljesen egy bugyota, idiótának látszott, pedig egy nagyon értelmes és okos művész ember. Na jó, a Stóla Andrásnek is és a való világvezetés, akkor el kellett játszani egy szerepet. Hát ez ilyen a, ilyen a, bűsorvezetés. Mindenki, mi is szerepet játszunk. Igen? Te biztos. <gül> <gül> Kimaradt a pumukli. Na, én a pumuklit ki nem állhat. Én imádtam. Hát az édermester helyében... Tessék? Nekem olyan vegyes volt, tehát, hogy akkoriban nekem sem volt a kedvencem, de, de most meg, ha így vissza, visszatekintek, lehet, hogy megszépítette az emléket az idő is, nem tudom, de, de nagyon aranyos, nagyon kedves történetnek tartom. De igen, talán gyerekként azért nem annyira szerettem, mert, mert hogy Pumukli egy nagyon pimasz kis tanú volt, és sosem azt csinálta, amit mondtak neki. De ez valamiért lehet, hogy betriggerelt engem, én mindig jó kislány voltam, én mindig szót fogadtam, és, és akkor ráadásul nem fogadott szót, és bajba is került mindig, és ezért pont után engem már nagyon idegesített. Tehát, hogy csodálkozol, sosem tanulsz az elkövetett hibákból, ez valószínűleg ezért nem jutott el hozzám érzelmileg annyira ez a mese. Ő nagyon komoly csintevéseket csinált, tényleg komoly csintevéseket csinált, és nem volt igazán semmilyen retorzió, konklúzió a végén, hogy rosszul ellop, elloptad és megetted a pudingomat, nem baj, megsimogatunk. Ez nem igaz. De számomra ez így csapódott le. Hát lehet, hogy így csapódott le, én direkt megnéztem most nemrég az összes részt, úgyhogy azért tudom mondani, valóban volt, hogy könnyedén megúszta. Azért voltak ott azért néha elég komoly érzelmi terror. Egy gyerek, ha egy gyerekként éled meg azt, hogy, hogy ott ez volt azért benne, na. Értem is igazad van, talán részben, de, de nem is értek veled egyet meg a itt ne cseszegesd. De például volt egy science fiction, ja, a hegygyomrában azt nem említettük, az, az, egy, az, a generációnk egy horror rajzfilm, vagy nem rajzfilm, horror sorozata volt, ugye 90-es évek korai éveiben egy ilyen ausztrál sorozat. Jaj, meg hát a szupernagyi, nemrég halt meg szupernagyi. Szupernagyról se beszéltünk. De amúgy én nem a sorozatokról akartam beszélni elsősorban, hanem a mai műsorban, hanem a tévéműsorokról. Most már talán elmondható, hogy többet nézünk sorozatokat, vagy filmeket, mint műsorokat, gondolom, mert hát ez, ez így az általános, talán felnőtt korban jobban is egyébként. Hát meg mint mondtuk, nincs nagyon olyan műsor, amit, tehát tévéműsor, amit úgy néznénk a sorozatokon és filmeken kívül. Tehát akkoriban a 90-es évben ugye azt nézted, amit kaptál. Volt az X csatorna, azt nézted, az kész. Ma is még azért a televízió, azért a családok nagy részének egyfajta ö, szórakozás, vagy egy, hogy búgjon a háttérben, hogy egy nálad szokott. A magyar család. Magyar, magyar család, igen, a magyar családokat <laughs> megvétjük a televíziózás szempontjából. Köszönöm. Tehát, hogy ma már ö, viszont vannak alternatív vab szórakozási, vagy kikapcsolódási módszerek, mint a tévé, akkoriban az volt a kvázi kikapcsolódás, hogy bekapcsoltad a az zajládát, aztán jött belőle, jött. Ma ugye ugyanúgy lehet, hogy tartalmat fogyasztasz, de akár mondjuk a TikToktól kezdve, tehát sokkal szélesebb innentől fogva tök másokat néznek az Most emberek. a streaming szolgáltatók is, tehát sokat... Csomó előadó, lehet. vagy mit tudom, hogy a YouTube-on van csak, tehát nem... Tehát ez, ez, így már nehéz. És mit nem adtunk volna abban az időben ennyi tartalomért? Tehát, hogy vajon akkor is, akkor is így faltuk volna a tartalmakat, mint ahogy akkor. Szerintem megbolondultunk volna, mert hirtelen jött volna nagyon, nem? én hát attól függ, hogyha a kezdettől ebben növünk fel, az is más, meg ha, meg ha, hirtelen egy csapásra ez így, ez így jön, de hát ez mindig egy folyamat. És hát ugye erről sokat beszéltünk már szerintem így a podcast adásokban, hogy ez egy ilyen ke kettős érzés, mert az tényleg nagyon jó, hogy, hogy könnyen jutunk információhoz, vagy bármilyen műsorhoz, vagy, vagy bármilyen filmhez, sorozathoz, amit csak meg szeretnénk nézni, de emellett én még mindig azt gondolom, hogy, hogy gyerekként, meg tiniként is még úgy érzem, hogy burokban nőttem fel, és én örültem neki, hogy a világom az mit tenni, az még, meg az iskoláig tart jószerével, meg a bravó újságig, meg a mit tudom, milyen újságig terjed, és, és nem tízmilliószor nagyobb, vagy billiószor nagyobb, mert, mert azért ennek van, vannak hátulütői is, nem csak előnyei. Tehát azért az embert szorongást tudja elfogni, vagy, úgy mennyivel nagyobb a világ, mennyivel több lehetősége van másoknak, mennyivel több mindent értek el, tehát hogy nem tudom, én, én azért örülök neki, hogy, hogy nem, nem, tehát hogy megismerhettem az én kis világomat úgy, úgy kényelmesen lépésről lépésre, és már, már úgymond tiniként, illetve felnőve csöppentem bele abba, hogy mennyivel nagyobb, és mennyivel so, sokkal több hatás érhet. És olyan hatás, amit nem biztos, hogy akarsz, hogy érjem. És igen, olyan hatás, amit amit nem biztos, hogy mondjuk gyerekként ugyanúgy, vagy, vagy kistiniként ugyanúgy tudtam volna kezelni. Tehát én, én például nem is tudom, hogy kezeltem volna azt a nyomást, hogy most jön Instagramról, meg TikTokról, meg mindenhonnan, hogy akkor csinálj műsort, gyárt tartalmat, legyél jelen. Nagyon sokan akarnak influencerek lenni, tehát, hogy, hogy most már sokkal tő, könnyebb, igen, tartalmat gyártani, és, és ki, kirakni a gondolataidat, önmagadat így a világ elé. Régen ez, ez, ez nem, nem volt. Tehát inkább inputot kapott az ember, ugye, a, a tévéműsorokból, és, és nem az volt, hogy... hogy hogy érezted ezt a, ezt a fajta kényszert, hogy valamit letegyél a, a világ elé az asztalra. Nekünk annyi, hogy Ádám, erről volt vitánk ugye az egyik ö, retrozabálókban, hogy az ötödikben erről már beszéltünk, hogy én ebben nyilván nem akarok belemenni, de én osztom Réka nézőpontját egyébként továbbra is. Tehát de a kérdésedre válaszolva, szerintem nagyon-nagyon megborított volna minket, hogyha hirtelen ennyi tartalom szakadt volna ránk. Tehát itt van egy fokozatosság, amit mi mondjuk látunk. Oké, okay, de ha így nőttetek volna fel? Nem tudom elképzelni az a helyzet, és nem is, nem is szeretném elképzelni. Tehát, hogy én, mint akkor úgy hozom a saját női ö, szempontomat. Még, még most is azért néha nagyon nehéz megbirkóznom azzal, hogy hogy aki internetes tartalmat gyárt mondjuk nő, azok között nyilván vannak jó páran influencerek, és abból élnek, hogy ők gyönyörű szépek, utazgatnak mindenfelé, reklámozzák a ruhát, táskát, akármi csodát közben. És hogy azért ez nyomást helyez arra, aki, aki, aki ilyen tök átlag ember. És, és, én azt gondolom, hogy ha ennyi tartalom rám szakadt volna még, még kistiniként, vagy, vagy gyerekként, az, az engem sokkolt volna. Hát akkor is, akkor régebben is meséltem másik adásban már, de hogy, hogy este elkaptam ezt a, ezt a dokumentumfilm sorozatot, amiben az emberi testet mutatták, és ez nekem milyen traumatikus volt, hogy bennünk csontok, meg hús, meg, meg ilyen dolgok vannak, és hogy én azt hittem, hogy fényből állunk csak, meg minden, és kiderül, közben ilyen nagyon csúnya dolgok, ijesztő dolgok vannak a testemben, és ezt nekem el kellett fogadni. Tehát az is korai volt valószínűleg, vagy tehát, hogy nem nem akkor jött, amikor, amikor én ezt úgy jól tudtam volna kezelni, és meg mai napig megvan a nyoma. Tehát akkor én azt gondolom, hogy hogy én egy érzékeny gyerek voltam, és hogy ha így hogy mondjam, ömlesztve jön rám ez az egész is, és, és nincs egy cenzúra benne, vagy nincs egy, lehet, hogy anyám beállított volna valami szülőit, fogalmas sincs, hogy beállította volna ilyen szűrőket, hogy mit érhetek el, meg mit nem, de ha mégis olyan tartalom szembe jött volna, akkor azért az mindig egy kis sok, egy, egy, egy kis trauma Emlékszem, hogy azért tiniként is ő, találtam néha egy nagyon véres, meg gyilkolászós tartalmakat, és akkor azt is nekem fel kellett dolgozni, mert jöttek szembe a képek, vagy a videók, vagy az akármi Nyilván egy, egy az embernek egy része nézni akarja, meg látni akarja, mert hogy a kíváncsiság, meg a, meg a döbbenet, meg a sok, de másik oldalról meg ezt utána fel kell dolgozni. Ugyanez igaz minden, mint ahogy mondtam, ezekre az Instagram ezekre az insta celebekre, vagy, 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 bármilyen médiában szereplő hölgyeményekre, mindenki egyre tökéletesebb, egyre szebb, egyre csodás, csodálatosabb, nem is tudom, hova lehet ezt már fokozni, és egyébként minden tiszteletem az övék, hogy ilyen, ilyen tökéletesek körülbelül, ezért ezek mind-mind hatnak az emberre, ilyen hétköznapi életében. És én ezért nem szeretni, szerettem volna ebben felnőni, mert én, én közás vagyok benne biztos, hogy ezeket jól viseltem volna. És azt gondolom, hogy bár erről nem beszélünk, és nyilván nagyon messzire menne ezt megint kifejteni, de hogy ma szerintem egy mai fiatal ezzel a mai tartalom mennyiség, ami rá tud zúdulni, sokkal több olyanba fut bele, amiben nem biztos, hogy bele kellene futnia, mert mondjuk sokkolja. Mi is belefutottunk nyilván, csak szerintem sokkal kevesebb. Igen, kevesebb. És ez talán Igen. jobb volt ilyen szempontból, hogy kevesebb, Minden, mindenkit ért sok, mert hát ez ilyen, de, de ma sokkal több és sokkal könnyebben belefutni, amiről valószínűleg nem is beszélnek. Meg akkor nem is említve azt a részét, nyilván ez a, ez a, ez a, sötét bugyra az egésznek megint csak, hogy, hogy most már azért hallottunk jó pár esetet, hogyha valakit az osztálytársai csesztettek, akkor ezt nem csak napközben tudják megtenni, hanem az interneten keresztül is egész nap az a szerencsétlen tini abban van benne, hogy az osztálytársai hol szóban, hol írásban, hol a Facebook oldala felületén, hol akár, hol szivatják. Ha csinálnak egy külön profilt, azt ott ízélnek róla, igen. Igen és kiszúrnak vele ilyen-olyan módokon. Visszatérve még így végezetül az ilyen tévés dolgokra, mi, mi, volt az a műsor, amit nem bírtatok elviselni gyerekként? És szigorúan a műsor. Én például az Ablak című műsort attól kifutottam a világból. Az Ablak az rémlik nekem is, de, de mivel gyerek voltam, így nagyon nem kötöttek le, tehát nem néztem, hanem akkor mondjuk elmentem játszani, még anyám ezt nézték a tévében, tehát hogy nem, nem, nem tudott ezért úgy Zavarni az egész, mert elfoglaltam magam mással. Igen, és az, hogy voltak például az ablakot, azt én sem néztem, mert hát nyilván nem is nekem szól, de én nem emlékszem. Meg A Deltát hogy... se csak a zenéjére emlékszem. <laughs> én azt néztem azért. Nem emlékszem, <laughs> hogy lett volna olyan műsor, amitől a hajamat tépve kiszaladtam volna a világból, olyan. Biztos, hogy volt ami nem érdekelt, de akkor vagy, akkor vagy eljöttem, csináltam mást, nem figyeltem oda. De itt tényleg egy jó kérdés, és lehet, hogy mondjuk most egy fél órát morfondíroznék, vagy végignéznék egy tévé újságot, akkor hogy de ez lehet, hogy olyan. De így nem nagyon ugrik be, hogy valószínűleg mondom, én szerintem ebben az is benne van, hogy nekünk még ez a televízió dolog, ez egy ilyen új, meg menő dolog volt. Tehát ma ez egy tök természetes dolog, hogy tartalmat hogy az innen onnan, onnan, de ugye mi úgy kezdtünk, hogy, 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 hogy lesz, velünk együtt született ez a sok műsor, velünk együtt a kereskedelmi tévé, nekem legalábbis így volt, tehát nekem ez egy nagy dolog volt. Ebből kifolyólag hogy elnéző voltam. És hogyha szar műsor ment, akkor is úgy voltam, hogy legalább beszélnek, ott vannak kész. Ja, meg hát, hogy osztozni kellett a tévén. <há> Nem úgy van, mint most, hogy van 5000 eszköz, amiről te nézed, amikor akarod a műsort, hanem hogy nálunk is az volt, hogy otthon anya ki bekarikázta a műsorújságban, hogy melyik műsorokat akarja ő nézni, és akkor igazából a nap nagy részében ugye ő, ő, rendelkezett a tévé fölött, milyen volt ugye nyilván a mese délután, vagy az esti mese, vagy a reggeli meseblok, és akkor a többi részen meg ugye a felnőtteknek szóló műsorok. És akkor az nyilván minket nem érdekelt, akkor mentünk a dolgunkra, vagy játszani, vagy iskolába voltunk, vagy stb. Vagy szülői felügyelettel nézhetted. igen, igen. Szerintetek hasznosak a korhatárbesorolások manapság? Segítenek a szülőknek? Hmm, nem. Nem hinném. Hülyeség. Ha, ha, nektek lenne gyereketek, akkor mi az, amit megmutatnátok nekik a régmúlt audiovizuális szórakozásai közül? Milyen tévéműsort mutatnátok meg a régmúltból? A, a régi Teszvesz várost biztos az annyira cuki és annyira klassz. Én biztos, hogy ezeken a kis békés, nyugis meséken nevelném föl, a, legalábbis egy darabig ezen szocializálnám a gyerekem, mert tudom, hogy fel kell, hogy zárkózzon a, a gyerek ugye a többiekhez, de, de majd biztos, hogy ilyen lájtosakkal kezdenék, aztán, mit tudom én, Disney mesék jönnének utána, vagy, vagy nem tudom, tehát hogy úgy szépen felépíteni ezt a, ezt a dolgot, de, de hogy ezek a régiek jönnének először, igen, mint a Teszvesz város, vagy minél süsű a sárkányt, megmestert, ilyeneket is nagyon szívesen mutatnék neki a barba papát, azt is a régit. TV műsor nincs köztük? Hát gyerekeknek a tévéműsor, hát talán a kölyök idő volt, de hát az... Hát azért volt több. Nem, 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 nagyon, nem nagyon rémlik nekem most így hirtelen más. Lehet, ha mondtok egy párat, akkor azt mondom, hogy... jó kis három kívánság. Júj! Vagy tátika. Helyi Gáborral és a feleségével. A három az nagyon fura volt. Ja, meg a, igen, a, de az is ilyen esti mesés dolog volt, az égből potyan mesék. Az, az mondjuk egy potenciális, mert az egy érdekes dolog volt. Én azt mutatnám valószínűleg, amiket én is néztem, és itt, és itt, azért érdekes, mert hogy most, ha már megint visszautolunk, akár a szeszélyes évszakokra, tehát hogy ha megnézed, azért mondjuk egy, egy korai szeszélyes évszakok, messze nem volt ennyire PC, és nem is volt ennyire prűd, mint amit ma elvárnak mondjuk egy 12-es karikás műsornál. Bár ez is, na mindegy, nem akarok belemenni, mert nagyon messzire visz. De a lényeg az, hogy egy csomószor igenis kimernek olyat mondani, amit ma így elképzek, hogy hát ezt ma már nem lehet neki mondani. De én ezt gyerekként láttam, és nem érzem azt, hogy ez rám olyan hatással lett volna, hogy, hogy én emiatt most nem tudom, mit csinálnék. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy nyilván nem volt minden tökéletes, rohadtul nem, de csomó olyan dolgot, amit én nézhettem, mert nekem megengedték, azt én is megengedném, hogy nézze, maximum nem tetszik neki. Én, én egy dolgot, és most nem akarom, hogy ilyen, ilyen, hát hogy mondjam, szóval én férfi vagyok, ezért most az én számomra ez lehet, hogy hülye hangzik, de nekem, ha újra nézek egy ilyen régi tartalmat, és most elsősorban TV műsorokról beszélek, és tényleg nem cancel kárcsörözni akarok, de megdöbbentő az a fajta szexizmus, ami mindenből kiárad, ahhoz képest, ami Hát nem azt mondom, hogy ma megengedett, mert ez nem is megengedett, szerintem ez józan ész, tehát, hogy és nem arról beszélek, mert ugye van, aki szerint az is szexuális zaklatás, ha én most azt mondom, a, mint kollégámnak, azt mondom a Rékának, hogy Réka ma nagyon csinos Én van. ezt akartam egyébként mondani, amikor azon voltál kiakadva, hogy az Insta szépek, de... Szerintem ez nem szexuális zaklatás. Ja, szerintem jel. sem, Tehát, hogy most azt akarom csak mondani, hogy ezt így józan észsel belátva, de, de azért nagyon döbbenetes poénok vannak benne. Akár egy heti hetes részben, ami nem annyira régi azért, mint mondjuk a gyerekkorunk műsorai, és, és ott is hihetetlen, és most nem csak arról beszélek, amit mondjuk Hernádi Juditta művelnek ott, vagy műveltek ott a Bajor Imre és a Gávölgyi János páros, tehát, hogy 20-30 évet átleng az erős szexizmus. Igen, a, igazad van, de azt mondd el nekem, és ebben tökre igazad van, hogy, hogy van benne egy csomó olyan, vagy mondok akár mondjuk akár a szeszés, vissza, hogy egy csomó olyan kabari jelent van, ahol ugye ez a, ez a, tipikus feleség szerep megjelenik, hogy ugye a, a férja a feleségről ugye úgy beszél, de hogy, és ezek benne voltak, és nevettünk rajta. Na de én most itt vagyok, hogy, tehát én ezen nőttem fel, kvázi, mert ezt néztem, és mégis én tökéletesen tisztelem a nőket, és, és nem, én nem értek egyet sem a tárgyasításukkal, sem a lenézésükkel, semmi. Tehát, hogy néztem ilyen tartalmat, és mégsem váltam ilyenni. Ma meg ugye nem szabad, tehát hogy nem értem, hogy, hogy akkor hol kéne meghúzni ezt a határt, most akkor ezek szerint rám mégsem hatott, és nem befolyásolt engem, pedig ott volt előttem, és fogyasztottam. Mégsem lettem olyan. Ma meg ugye, ma meg ma ugye nem merünk, már ugye egy olyat sem merünk mondani a Rékának, hogy csinos én azt gondolom, hogy, hogy, ez az egész kérdéskör ez úgy működik, hogy, hogy, a kommunikációval. Ha nekem mondjuk sok az, hogy azt mondjátok, hogy, izé, hogy, hogy, hogy csinos vagyok, akkor, akkor én azt kommunikálom, hogy ez nekem sok, és ilyeneket nekem nem És mondjátok. akkor én tiszteletben tartom, és elnézést kérek. Ennyi, de én megértem, hogy a férfiaknak ez most már így nagyon kényelmetlen, és már nem találják fel magukat ezekben a helyzetekben sokszor tökre érthető, hogy most akkor mivel lépik át a határt, vagy mivel nem. Rákfenéjét ott, ott látom, hogy a nők sem megfelelően kommunikálják néha ezt, vagy sokszor mérgesebben vagy türelmetlenebbül lépnek föl ezzel szemben. Van, amikor kell, ezt én abszolút megértem és átérzem, és, és tapasztalom is, de én azt gondolom, hogy nagyon jól kéne egymást értenünk, hogy kinek milyen a szándéka a mögött, amit ő mond, ezt kéne érteni. És ha ő szerencsétlenül fejezi ki magát, vagy, vagy, vagy szerencsétlenül jön ki a szituáció, érteni kell, hogy mi volt mögötte a szándék. És én azt érzem, hogy inkább ez a probléma manapság, hogy nem akarjuk megérteni, hogy a másik oldalon mi a szándék. Ma egyszerű minden azt mondani, hogy bántó. Igen, ha egy férfinak az a szándéka, hogy ő mindenképpen éreztesse fel felém, hogy fú, új, Isten, de bejövök neki, és akkor, és akkor nyomja ezeket a szexista poénokat, az egyértelműen egy, 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 tehát ott érzem a szándékot, és akkor megmondom, hogy eddig és ne tovább. Mert ez nekem kellemetlen. Tehát, hogy ne vigyünk már egy ilyen felhangot a beszélgetéseinkbe, mert, mert én ebben nem leszek partner de akkor ezt nekem el kell tudni mondani, meg elérteni a szándékot mögötte. vagy hogy érteni a szándékot mögötte. Én ezt, ezt látom problémának, is, és ilyen szempontból most ennek nincs köze ahhoz, hogy, hogy milyen műsorokat néz az ember gyerekként, vagy, vagy, vagy később. Illetve hát olyan szempontból lehetnek köze, hogy ezt lehetne edukálni itt is az embereket ezen a területen, de hát, hogyha valaki norma... de minket nem edukáltak, bocsáss meg, minket nem edukáltak, hogy akkor... Az, is, az sem mindegy, hogy te milyen, milyen nevelést kapsz, milyen, milyen családi környezetből ö, jössz, milyen, milyen kultúrát teszel magadével, mit hozol otthonról. Ezek mind-mind számítanak. Magyarul itt van a válasz az Ádám kérdésére, hogy semmit nem érnek a korhatárbesorolások önmagukban. Tehát a műsor is ö, köze van hozzá, igen, de, de nem egyedül az határozza meg, hogy most akkor valakiből felnőve szexista lesz, ö, vagy, vagy nem. Én sem gondolom amúgy. Tehát itt, itt nagyon fontos szerepe lenne a nevelésnek, egymás tanításának, egymással türelemmel fordulva egymás felé, úgy okítani egymást arra, hogy hogyan, hogyan viselkedjünk ebben a kérdésben. Hát ez egy gyönyörű végszó volt. Azt gondolom, hogy a mai médiazabálók, retrozabálók, zabakorosszóvert, zaba ezennel akkor én ezt lezárom. Egy kis női dimenziók is. Kis női dimenziók, igen. Ezt a műsort. Ne felejtsétek el, hogy ez a műsor azért létezik, mert. mert e... mi létezünk, ja, bocsánat. Így van, a női dimenziókba keresünk műsorvezetőket, női műsorvezetőket. Úgyhogy jelentkezzetek, podcastkuka.cmtv.hu erre a címre küldtek egy e-mailt, akkor mi válaszolunk és minden információt megadunk, és mi a szeretnénk újra elindítani, hogy egy ilyen, ilyen értelmes és fontos témákról is beszélgethessünk itt a Parallax és univerzumban női szemszögből, viszont Addig is köszönjük, hogy most velünk tartottatok, ne felejtjétek, hogy a Patreon.com per és oldalon keresztül támogathatjátok podcastjeinket, többek között ezt a műsort is, amelynek következő részét szeptember 30-án mutatjuk majd be, akkor fiatalságunk zenés élményeiről fogunk beszélgetni. Ugyanebben a felállásban, de most döntsük el, kedves Gergő, hogy te vagy, én vezetjük ezt a műsort, most erről hangfelvétel készül, és ehhez tudjuk. Magunkat tartani a jövőben. Én azt javaslom, hogy a Réka döntse el, és akkor az ő szava lesz a döntő. <laughs> hmm. Ez perc, kimehet. nagyon, tényleg nagyon csinos vagy ma, nagyon. Hmm. Tehát, Igen, hogy... ma nagyon csinos vagy, Réka. Én már akkor, én egyébként, esküszöm egyébként, hogy amikor erről beszéltél, én körbe akartam vágni, hogy csinos vagy, de nem akartam, akkor Ádám megint, Ádám megint nem hazudok. Haszoték. Nőknek, neked hazudok, nőknek nem hazudok. Annyira, annyira csinos vagy, hogy, hogy, Gergő nem vehet a szájára. Tehát én mondhatom csak, hogy csinos hát vagy. Hát ezt, csak, ezt te csak szeretnéd, Ádámka. Ezt te csak szeretnéd. <laughs> Szóval mit gondolsz? Ezután a jó kis szexizmus level 99 után, vagy, vagy ilyen... Kedves bókok után még nehezebb <laughs> eldöntenem. Ne Mi is lesz a következő téma? Még egyszer? A fiatalságunk zenés élményei. Zenés hmm. és, és, akkor nem elég, hogy csinos, vagy még a hangod is milyen aranylóan kellemes. Arról ne is beszéljünk, tehát... <laughs> Hogyha én örültem volna elénekled azt a barbást, tudod, de mindegy. Én, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy, hogy tudod-e, hogy az előmeneteledet itt a Paralaxus Univerzumnál melyikünk tudja a legjobban garantálni Ú, nagyon jó, nagyon jó az érvelés. Gergő, mit mondasz erre? Az az igazság, hogy papíron az Ádám a főnök, de hidd el, hogy nélkülem nagyon sok minden nem tud csinálni, hogy én is kellek hozzá. <tos> <tos> Tehát papíron nagyon fontos, de hidd el velem is, nem árt, ha jobban vagy akkor döntsön az, hogy ezt a műsort ugye Ádám vezette, meg az előzőt is Ádám vezette, úgyhogy akkor a következő legyen a Gergő műsora. Ez így igazságos a, szerintem. A, 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 majd a fizetés ér, majd vegyük fel a kapcsolatot az adás. Ott, ha lesz Most egyszer. kevesebb mi lesz a fizetés, vagy a, melyik volt az, vatikáni valuta? Isten fizesse meg. Vatikáni ilyennel fizetünk, vatikáni nálunk a fizetőeszköz. Szóval akkor a legközelebb Gergő vezetésével ugyanebben a felállásban találkozunk, még egyszer elmondom, szeptember 30-án talán, így van, és akkor a fiatalságon kedvenc zenés élményeiről fogunk beszélgetni, Reméljük, hogy ugyanilyen jó hangulatban, és ugyanilyen. És ugyanúgy elkalandozunk minden felé. Parázs, de figyelj, a hallgatók egy, egy gyönyörűen lekerekített műsort hallottak, hallottak most. Az biztos? Ez olyan kerek Ugyan. volt, mint a négyszögbetű kerekerdő. A következő műsorig pedig további kellemes podcast-hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy tán a dd mm, hogy. De hogy. Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.